1946. január 19-én kezdődött meg a kollektív bűnökség ellen a magyarországi németek szervezett előzetése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvények elindításával. Magyarország területéről 1946. január 19 és 1948. június 30-a között mintegy 200 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki, olyanokat, akik számára a haza Magyarországot jelentette. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megemlékező beszédében arról szólt, az akkori kor embere azt hitte, a II. Világháború után a megnyugvás ideje következik, de a világhatalmi törekvések szertefoszlatták a reményeket. Kollektív bűnösként azokat a németeket kiáltották ki, akik például itt Magyarországon talán a nemzet leghűségesebb honfitársai, nemzettársai voltak. Nem, mert hagyták, hogy a kommunisták tobzódjanak. Nem, mert hagyták, hogy egy újabb diktatúra, a kommunista diktatúra milliókat és milliókat pusztítson el, és üldözzön el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, nem csak a kiűzöttek élték meg a nehéz időszakot, hanem az itthon maradottak is, akiknek szembe kellett néznie családjuk, barátaik elvesztése mellett a betelepítés hatásaival is. Ide telepített székelyek unokájaként megköszönjem az ismeretlen, elűzött német családnak a házat, ahol felnőttem. Megköszönöm az elűzött németeknek a templomot és iskolát, ahol engem is neveltek, és megköszönöm a hazát, amelyet örökül hagytak nekünk. Johannes Heinl Németország magyarországi nagykövete azt mondta, kiemelt jelentősége van annak, hogy ne felejtsük el azt, ami a magyarországi németséggel történt, mert ez a biztosítéka annak, hogy nem történik meg még egyszer hasonló tragédia. Az ünnepség részeként a megemlékezők megkoszorúzták az elhurcoltak és elűzöttek Bonyhádi emlékművét.